Két nagyító és egy képernyőolvasó szoftver segíti térítésmentesen a bakuk gyengén látók, diszlexiások és mindazok hétköznapjait, akik olvasási nehézségekkel küzdenek. A szoftverek segítenek a tájékozódásban és az ügyintézésben is, amennyiben a honlap akadálymentesített. Ma már jogszabályok írják elő a webfejlesztőknek, hogy milyen követelményeknek kell megfelelni egy weboldalnak, azonban ez még gyerekcipőben jár. Ezért fontos, hogy a fejlesztéssel párhuzamosan a segédeszközök is fejlődjenek. A megyében azt nem tudom meghatározni, mert a megyében körülbelül 1000 látássérült van, de nem mindenki használ képernyőolvasó szoftvert, és nem mindenki ezt a fajta képernyőolvasó szoftvert használja. Országosan pedig több mint 300 ezer emberre datálták ezt a létszámot. Azért mondtam, hogy nem csak látássérültek, hanem olvasási nehézséggel és diszlexiával küzdők is igényelhetik, mert hogyha a statisztikai adatokat nézzük, akkor hazánkban ma 80 ezer látássérültről beszélünk. Az akadálymentes.magyarország.hu oldalon található űrlap kitöltésével igényelhető a szoftver minden Magyarországon élő érintett számára. Az aktiváláshoz egy élő e-mail címre van szükség, erre kapják meg a hitelesítő kódot. Az aktiválás követően el kell végezni a szükséges konfigurációs beállításokat, és már használható is a szoftver. A képernyőolvasó szoftver a képernyőn megjelenő információt olvassa föl, legyen ez egy webes felületen, már ez a felület akadálymentes, de amiben a legnagyobb segítséget jelenti a látássérülteknek, ez a szabadidő hasznos eltöltése, a munkavégzés és a művelődés, hiszen már hála Istennek rengeteg olyan könyv kapható Magyarországon, vagy megtalálható valamilyen formában, vagy digitalizált változatban, amit könnyen fel tudnak olvastatni. A nagyító szoftver az pedig a képernyőkön megjelenő információkat nagyítja föl, és ezekben is van beszédhang, de ezt inkább csak az aliglátóknak és a gyengénlátóknak szoktuk javasolni. Az állam 38,5 millió forintot fordít az ország licensz programra. Ennek keretein belül 2018. július 24-e és 2019. július vége között ingyenesen használhatóak a szoftverek.